jó volna lenni még talán. De mit is tegyek, ha nem lehet? A szótáradba éri be, s néha lapoz föl engem, és leszek. A költő kívánságának is felfogható verset Péterné Makos Mariannak küldte be arra a pályázatra, melyet a Bakay István Alapítvány szervezett. A néhány éve Szegedről Szekszárdra áttelepülő alapítvány a lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy a fiatalon elhunyt költő emlékezete, ahogy az imént a versben is elhangzott kívánság mondja, ne felejtődjön el, és méltó helyet kapjon Bakay István a magyar irodalomban. Bakay István Alapítványnak többek között ez a célja, hogy élő szerzőként tartsa Bakát. Többféle módon teszi ezt, támogatja az irodalomtörténeti kutatást, konferenciákat, kis előadássorozatokat szervezett az elmúlt években, és ami viszont a legnagyobb rendezvénye, az a két évente megrendezendő szavalóverseny, Kárpát-medencei, tehát határon túli versenyzők is jelentkeznek rá. Az persze már megint egy másik kérdés, hogy a költészet irány fogékonyakon kívül ismerte Bakay István. Schatzberg kb. Mondjuk 50%, én úgy gondolom, hogy azért már Bakay István neve ismert annyira Szekszárdon, hogy aki egy kicsit érdeklődik a kultúra iránt, az tudja. De úgy gondolom, hogy akkor fog ez igazán mindenki számára, vagy a legtöbbek számára nyilvánvaló lenni, ha valamennyire az oktatás is felvállalja azt, hogy a szekszárdi irodalmi szerzőket legalább Szekszárdon beépíti az irodalmi oktatásba. Úgy gondolom, hogy most már nagyon jó színvonalat ért el Bakay István irodalomtörténeti értékelése, értelmezése. Néhány éve a Petőfi Irodalmi Múzeum által működtetett Digitális Irodalmi Akadémia tagja lett Bakay István, tehát nem csak a művei, hanem irodalmi jegyzék is olvasható, a róla szóló művek is megtalálhatók ezen az oldalon, és éppen tegnap bogaráztam össze, hogy több mint 100 tanulmány foglalkozik Bakay István művészetével, és akkor ez csak egy általános kép, tehát külön a kötetekkel, illetve 3-4 monográfia jellegű tanulmánykötet foglalkozik már Bakay Istvánnal. Tehát lassan a helyére kerül Bakay István költészete, elhelyeződik igazából a 20. század második felének irodalomtörténetében. Gyerekkoromban felszöktem gyakorta a padlásra, hol a dió lakott kosárban. Összeöntve nagy halomba, mint teremtés előtt a csillagok s bolygók. Azt is figyelembe kell venni, hogy 20 év az alkotó, az igazán szűken vett, vagy szorosan vett alkotói időszak, 1975 az első kötete, és 95-tel zárul. Tehát itt a vitrínben is lehet látni az összegyűjtött művek sorozatában, hogy egy kötet a versek, egy kötet a próza, dráma, másik az interjúk, és van 3 kötet műfordítás, ami nagyon fontos Bakay költészetében. Tehát az egy, ugye nem csak a részben ennek következménye is a Sztyepán Pehotnyi testamentuma, vagy ebből is adódik. Tehát a műfordítás azt mondta Bakay, hogy megsokszoroz engem, tehát hogy sokáig nem mert műfordításra foglalkozni, mert azt gondolta, hogy gátolja a költészetében, de volt egy pont, amikor átfordult ez, és rájött, hogy ez nagyon fontos a költészete számára is. Tegyük azt hozzá, hogy Bakay azért is egy kötet a versek, mert hogy ő úgy szoktuk mondani, hogy nagyon igényes volt, tehát ő egyrészt elég kevés verset írt, tehát van olyan, a 70-es években van egy olyan listája, hogy mit tudom én, 10-11 vers szerepel az évi termésként. Később aztán ez változik nyilvánvalóan, de tehát hogy tényleg nem nagy az életmű, a szorosan vett költészeti része. Hát ez lehet hátrány is. A másik hátrány ugye, hogy ő Szegeden élt és nem Pesten. Tehát, hogy ugyan Szekszárdra járt alkotni, de azt tudjuk, hogy Szegeden élt, és nem
fiatal korában még talán inkább, de később talán kevésbé vonódott be a pesti irodalmi életbe. Ez is hátráltatja egy kicsit az ismertségét. Az, hogy valakinek a kultusza kialakuljon, személyfüggő. Kell hozzá egy olyan elhivatott irodalommal foglalkozó szakember, aki nem csak kutatja egy adott költő munkásságát, hanem a népszerűsítéséért is lépéseket tesz. Ezt igyekszik az alapítvány is támogatni, és nagy köszönettel tartozunk két Bombic Attilának, aki a Digitális Irodalmi Akadémián a szakértője a Baka István oldalnak, hiszen neki is van tanulmánykötete, és a legújabb, vagy a nemrégen megjelent Borsodi L. László kis monográfia jellegű kötete, aki erdélyi, és maga is egy kört alakított ki, aki Baka István kultuszát ápolják, részben versmondással, részben nyilvánvalóan a költészetének megismerésével, irodalmi történeti értékelésével. Például úgy tudom, hogy László most a dedikált köteteivel foglalkozik, ami majd ami Baka István, hát úgy mondjam, hogy elhelyezi a kapcsolati hálót, lehet ebből építeni. A későbbi dolog, hogy most fiatalkori leveleket kaptunk legutóbb a múzeum gyűjteményébe, tehát az is gyarapodott gyerekkori, illetve fiatalkori barátainak írt leveleiből egy most már elég szép gyűjtemény van a múzeumban.